Elnyomott cigaretta a földön és tele a szemetes csíktartója is. Íme a bizonyíték arra, hogy sokan még mindig nem veszik komolyan a totális cigistoppot. A problémára híradónk már több alkalommal is felhívta a figyelmet, úgy tűnik hiába. Január 1-től például az ilyen buszmegállókban tilos füstölögni, április 1-től pedig szigorúan büntetik is, ha valaki rágyújt egy forgalmas váróban. A győri Fidelitas is a tiltásra hívja fel a figyelmet, a tagok szerda óta folyamatosan dugják a dohányzókorra alá figyelmeztető kiadványaikat. Folytatunk egy figyelemfelkeltő kampányt, hiszen a jogszabály életbe lépett, de sokan úgy gondoljuk, elsősorban a fiatalokra gondolva, hogy nem tudják ezt, és kevésbé informáltak erről. Ezért szükségesnek látjuk azt, hogy itt most győri buszmegállókat keressük fel első körben, ahol szintén tilos ugye a dohányzás, de tapasztaltuk sajnos így is, hogy jó páran ennek ellenére dohányoznak továbbra is. Szórólappal készültünk, és ezt fogjuk most a következő napokban itt Győrben osztani a buszmegállókban, és szeretnénk, ha minél kevesebben dohányoznának. A Fidelitas azt szeretné elérni, hogy minél több fiatal ismerje meg a szigorított jogszabályokat, és megértse, hogy az egészség mindennél fontosabb. A szórólaposztogatás szerdán délután a Honvédligeti buszmegállóban kezdődött, hiszen itt több középiskola is van a közelben. A kampány a következő napokban is folytatódik. A kezdeményezők több száz vagy akár több ezer iskolást szeretnének személyesen megszólítani, és felhívni a figyelmüket, hogy ne gyújtsanak rá tilosban.